estét kívánok! Az M5 História mai adásában magyar utazók, felfedezők és kutatók nyomába eredünk. Nézzük, hogy kikkel és merre járunk ma. Számözökből madagaszkári kormányzó, a 18. század legnagyobb magyar utazója, Benyovszky Móric. Akik életüket tették fel a keleti kultúrák kutatására, Kőrösi Csoma Sándor, Vámbéry Ármin és Stein Aurél. Strucc tojástól a holdkapuig 4000 darabos gyűjtemény őrzi Hopp Ferenc 5 föld körüli útjának emlékét. Oscar-díjas filmből ismerhette meg a világ Almási László történetét, az Afrika kutató, aki egyszerre volt pilóta, autóversenyző és felfedező. Az elmúlt évszázadokban főként kereskedők, diákok, mesterlegények, papok és követek járták Európát, és jutottak el akár a kontinens határain is túlra. Benyovszky Móric grófot azonban kalandos élete egészen messzire sodorta. Pálmákkal és lagunákkal tűzdelt idilli tengerpartok, lemúrokat és kaméleonokat rejtő trópusi esőerdők. Egy igazi paradicsomi sziget, Madagaszkár, az Indiai óceánon. A 18. században ennek a szigetországnak egy magyar ember volt előbb a kormányzója, majd fejedelme, Benyovszky Móric. Fennmaradt önéletírásából tudjuk, eredetileg is készült egy indiai útra, ám világjárását kényszerűségből kezdte meg. Előbb Magyarországot kellett elhagynia, majd Lengyelországban esett orosz fogságba. Kamcsatkai száműzetéséből szökve pedig első európaiként hajózta be a Csendes-óceán északi térségét. Ennek az útnak a több mint 250 éves hajónaplója csak nem régen vált ismerté a magyar kutatók előtt. A legénység egy része és maga Benyovszky ezt túlélte és megjárt ezt az utat. Ez egy olyan útvonal, amely kevéssé ismert volt a korban, úgyhogy abszolút felfedező jelleggel tette meg, de nem ismeretek, gyakorlati ismeretek nélkül kifejezetten jó tengerészeti és hajózási ismeretekkel rendelkezett. Azt gondolom, hogy enélkül, és ezt a napló is igazolja, nem hiszem, hogy sikerült volna végigjárni ezt az utat. A hajónapló részletesen leírja a legénység tagjainak sorsát, a vesztességeket, de még térképrészletek is szerepelnek a kikötéshez használt öblökről. A Nemzeti Levéltár a 2021-es Benyovszky emlékéhez kötődően kért fel amerikai, francia, orosz és osztrán közgyűjteményeket. Nézzék át, milyen iratokat őriznek a magyar világutazóról. A beérkezett anyag több vitatott kérdésre is választ adott, így például születésének idejére. A francia tengeren túli levéltár anyagában megtalálható a Verbuy plébánosnak az által kiállított anyakönyvi kivonatmásolata, amelyben szerepel a helyes születés évszám, ami 1741, ami ellentmond az emlékiratoknak, de ilyen értelemben tisztázza a születés kérdését. Egy magyar sír az esőerdőben címmel. Három részes dokumentumfilmben örökítette meg madagaszkári kutató útját a rendező operatőr Cséke Zsolt, aki saját kezüleg állított jelképes síremléket Benyovszky Móricnak. A kalandos életút ugyanis ezen a szigeten ért véget, ahol előbb francia gyarmatosítóként érkezett, majd az amerikaiak által támogatott üzleti tervekkel. A levéltárban őrzött levelezéséből kiderül, mindig is érdekelték a kereskedelmi, illetve gazdasági kérdések. Miután megérkezett első alkalommal Madagaszkár szigetére, és ott megalapította Louisburgot, innen Louisburgból keltezve írja a német nyelvű levelét, és nagyon érdekes, ahogy leírja a Madagaszkár szigetében rejtő gazdasági potenciált ebben a német nyelvű levélben is. A világ különböző pontjairól beérkezett anyagokból is egy polihisztor adottságaival rendelkező merész, vállalkozó kedvű, de öntörvényű ember képe rajzolódik ki, aki egyszerre tárgyalt a francia királlyal és levelezett az amerikai elnökkel. Megvan az orosz államtanácsnak a levelezése, a külügyi szolgálataik levelezése. Ők nagyon figyelemmel követték Benyovszky tevékenységét, ami érthető volt az ő szemszögből, hiszen ellenük lázadt a lengyel nemesi felkeléshez csatlakozva. Ha az orosz cár nem is, az osztrák császárnő Mária Terézia megbocsátott rebellis alattvalójának. Visszavonta a korábbi számüzetési rendelkezést, és grófi rangra emelte. Benyovszky Móric címere és címerképe egy beszélő címer, hiszen lehet látni rajta a benszülötteket, a teljes korábbi élettörténetét, egy hajót is, és egy stilizált formában a korábbi családi címer is megjelenik rajta a szívpajzsban.
A négy kontinenst megjárt katona, főnemes és utazó maga vetette papírra a kalandjait, mégpedig francia nyelven. A beszámoló nem más, mint Jókai Mór fordításában jelent meg magyarul. Folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Géné Megy Györggyel, a Benyovszky Társaság elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét, üdvözlöm a kedves nézőket! Van egy visszatérő kérdés. Volt-e végül is Madagaszkár királya Benyovszky? Hát a legújabb kutatások, ugye, amelyek most hál' Isten felgyorsultak itt Magyarországon is, és hát az egyik ösztönző is nagyon nagy, akkor is vagyunk, hogy minél többet tudjunk meg. Tehát ez az ember, akiről annyiféle legenda és annyiféle fantázia szülte történet kapcsolódik az életéhez, tudjuk meg, hogy tényleg milyen is volt a mi Benyovszky Móricunk. A királyságot mi szeretjük mondani, főképpen magyarok, hogy nekünk volt Madagaszkáron egy királyunk, ez picikét túlzás, történelmi szó túlzás. Jó, egy fejedelem is jó, mert... Igen, kormányzónak nevezhetjük, de ez nagyon nagy dolog a 18. században, amik egy szigeten, ahol törzsi viszonyok között, értek 18 törzs van, még a mai, mind a mai napig is egymással persze folyamatosan ellenségeskedésben, és ez a magyar ember, magyar fehér ember odament, és a legkülönbözőbb módon, de humánus módszerekkel is kibékítette ezeket a törzseket, és tulajdonképpen ilyen módon kormányzóvá választották. Mennyire volt ő alattvaló, mondjuk a francia király alattvalója, és mennyire volt önjáró, autonóm, így mondanánk ma, vagy önfejű ember? Hát mondjuk azt, hogy hűségesen volt elsősorban a hazájához. Ez nagyon fontos. Tehát bármerre járt, a négy földrészen mindig szívesen emlékezett, és az emlékirataiban utal is arra, hogy ő, neki mennyire fontos a hazája. Amúgy azért osztrák-magyar monarchiáról beszélünk, de a magyarságára mindig is nagyon büszke volt, amerre járt, ő ezt soha nem tagadta el, de azért tudni kell, hogy az akkori hát viszonyok egészen mások, ugye, mint ma, akár a nemzetiségi kérdésekben egészen másképp gondolkodtak az emberek. Igazából nem nagyon számított akkor, hogy valaki magyar, vagy tót, vagy éppen osztrák. Ő egy ilyen közép-európai hősnek nevezhetjük, akire mi azért vagyunk büszkék, mert amellett, hogy a lengyelek is magukénak érzik, a szlovákok, mindig azt mondjuk, hogy örülünk neki, segítünk közöknek az emlékápoló munkájában, de szögezzük le, hogy Benyovszky Móricz magyar volt. Annak idején, amikor a bukása környékén járhattunk, akkor mennyire igaz az, hogy összefogtak a környező francia gyarmatoknak a vezetői ellene, és megbuktatták, esetleg éppen azért, ahogy a benszülöttek ebben. Igen, hát tudnak el, hogy mik is voltak ezek a ténykedések. Tehát például elsőként eltörölte azt a rendkívül civilizáció ellenes szokást, hogy itt a betegeket, a fogyatékos gyerekeket kivégezték. Például ez minden nap, ma is néhány helyen a világon sajnos. Ő ezt eltörölte, egészségmezőt épített, ahol odafigyelt ezeknek a benszülötteknek az egészségre, és nem az akkori korban hát megszokott vagy ismert korbácsos módszere próbálta ezeket a benszületeket megközelíteni, hanem velük együtt. Tehát, hogy a civilizációt velük együtt kell igazából megteremteni Madagaszkáron, ebben ő jóval előre látott néhány száz évet, úgy gondolom, a gondolkodásában, meg a cselekedeteiben, tehát ezért és ezért is értékeljük. És ezért is fordultak ellene ezek szerint a környezeti gyarmatok. Igen, és hát tulajdonképpen a franciák, akik ugye azt szerették volna, hogy a hagyományos módszerekkel, ő ebből kilépett a Benyovszky, és vállalta ennek a következményeit. De azért, hogy mennyire a hazájára gondolt, mindig Magyarországra is voltak tervei. Igen, hát ugye közismert, hogy aztán, amikor ő visszajött az első Madagaszkár útját követően, akkor ugye próbálta megszerezni, hogy újra kimessen, és elsőként Mária Teréziát kérte meg, és előadta a tervezést, többek között például a történelmi Magyarország és a Fiumek közötti tengeri kijáratnak az első olyan hát felvetője volt, aki úgy gondolta, hogy ezt össze kellene kötni, tehát egy jó kereskedelmi útvonal. Más ötlete is voltak, és azt, hogy Mária Terézia nem állt mellé, ez nem azért volt, mert nem kedvelte, vagy nem tisztelte, hanem ekkor a külpolitikai viszonyok igazából nem kedveztek az osztrák és a francia, úgyis mondjam, ellentéteknek az erősítésének, ezért aztán ő a Nagy-Britanniában és Amerikához fordult. Ő személyesen járt Amerikában, amerikai kongresszusba bevitték azt az előterjesztését, amelyben kérte, hogy támogassák, nem akármilyen támogató és mentor volt, úgyhogy Franklin Benjamin. Akkor Kossuth előtt is volt egy követünk ugye az amerikai kongresszusban. Itt van a kezemben egy könyv, egy nagyon dekoratív könyv, amelyet önök kiadtak Benyovszky életéről, gyönyörű belülről is egyébként. Ez egy tudománytörténet érdekesség, mert az eredeti a Nemzeti Levéltárban található, és számos vonatkozás pedig a Bécsi Levéltárban található. Ez kutatók számára készült elsősorban, és ez a
Mária Terézi által adományozott grófi címeres levélnek az eredeti, hát faksimila másolata, ami azt jelenti, hogy ez latinul íródott, és mi magyarul is persze lefordítottuk, és ezek a dokumentumok szerepeltek benne. Úgy gondolom, hogy a Benyovszky kutatásoknak, az újkori Benyovszky kutatásoknak egy fontos dokumentuma. Csak nagyon gyorsan így még a végén. Budapesten őrzi utca és tér a nevét? Az utca az 1946-tól, a tér tavaly decemberben, ahol egy szobrot helyeztünk ki, egy gyönyörű bronz mellszobrot, és hát örömmel mondhatom, hogy néhány nappal ezelőtt igazából a tér elnevezése is hivatalossá vált, tehát mostantól kezdődően Magyarországon van egy olyan tér, aminek az a neve, hogy Gróf Benyovszky Móricz, és mostantól kezdve úgy gondolom, hogy a világ térképre rákerül majd ez a név is. Maradjon még velünk a gróf kalandos életéből a 70-es években készült 13 részes magyar csehszlovák kalandfilm sorozat. Vivant Benyovszky címmel 13 részes kalandfilmsorozatban dolgozta fel a magyar és a csehszlovák televízió közös koprodukcióban a világutazó gróf regényes életét. A filmben megjelenik az a családi örökösödési vita, amely annyira elmérgesedett, hogy Mária Terézia végül megfosztotta birtokaitól az ifjú Benyovszky Móriczot. A sorozat bemutatja, miként áll Lengyelországban a cár elleni nemes felkelők közé, majd elfogását, számüzetését, kamcsatkai szökését és azt, ahogy egy ellopott hajóval eljut Dél-Kelet-Ázsiába. Először egy Párizsban kapott megbízással utazik Madagaszkárra, később a gyarmatosítókat az őslakosokkal összefogva próbálja meg megállítani őket. És akkor folytatjuk még a beszélgetést már a filmről. Mennyire reális ez a film, mennyire rugaszkodott el a valóságtól? Hát ugye ez a 70-es években készült, és ez az első olyan komolyabb film, ami az új technológiával feldolgozta az életét. Nagyon sok benne nyilván a meseszerű elem, mint ahogy egyébként a Benyovszky életében is. Hát ez az. A Jókai regényeb is nagyon sok olyan elem, valami nagy valószínűséggel nem egészen úgy volt, de ez a lényege nem változtat. Hát az egyik legnagyobb világjáró magyarnak az emlékét úgy gondolom, hogy nagyon nagy tisztelettel őrizhetjük. Lehet, hogy akkor a 21. században egyszerű majd újra kell forgatnunk már a mostani technikával, a mostani körülmények és a mostani tudásunk szerint. Már csak azért is, és az új műfajokat be lehet vetni, például elkészült a Benyovszky Szabadság szerelmese című musical, amelyet az Európa kulturális fővárosában, 2022-ben kulturális fővárosában az Újvidéki Magyar Színházban mutatnak be. Jókainak milyen volt a viszonya Benyovszkyhoz? Nagyon érdekes, a Jókai, kevesen tudják, hogy Jókai szülei nagy Benyovszky rajongók voltak, és amikor megszületett a kis Jókai... Félig felvidéki a család, ugye? Igen. Fievervó is felvidéken van. És a Jókai Móra Mór nevet, azt tulajdonképpen Móricz nevet, az Benyovszky után kapta. Ő nem csak a családi archívumból tudjuk, hanem Mikszáth Kálmán, aki megírta a Nagy Magyar Írók Életrajzát, ő is büszkén mondja, hogy Benyovszky Móricz nyomán lett Jókai és Mór. Hát micsoda kaland elején életében. Köszönöm a beszélgetést. Tudatosan készült és nagyon pontos tervvel indult keletre Kőrösi Csoma Sándor, aki nem új tájakat és kultúrákat keresett, hanem a magyarok őshazáját akarta felkutatni. A félvilágot keresztül gyalogolta, célját mégsem érhette el. Idén van halálának 180. évfordulója. A fűtetlen szoba, ahol Tibetben dolgozott, a gyalog megtett hatalmas távok, sőt még a szegényes étel sem volt új Kőrösi Csoma Sándor számára. Fiatal korától már nagyenyedi diákként edzette, sőt sanyargatta magát, hogy később nemzetének szolgálatot tehessen. Ő sose panaszkodott. Sanyarú körülményeiről csak látogatói számoltak be, illetve azok, akik ismerték a kihívásokat, amelyek között helytállt. Ő egy rendkívül aszketikus, nagyon jó teherbírással rendelkező ember volt, aki erre az útra, amit gyalog szeretett meg, és amely útnak egy részéről aztán később Vámbéry Árminak küzdelmeiben beszél, mint egy nagyon fáradtságos vállalkozásról. Ő erre tudatosan felkészült, részben gyalog, részben a biztonsága miatt különböző utazókhoz és karavánokhoz csatlakozva tette meg. Már az is hatalmas teljesítmény volt, hogy Afganisztánon sikerült élve átjutnia. Makacs, eltökélt ember volt, erős becsvágyjal tartják róla. Ám hiába az emberfeletti kitartás, célja, hogy felkutassa a magyarok őshazáját, már az elejétől akadályokba ütközött. Isztambulba indul, ahogyan aztán későbbiekben, gyakorlatilag az élete során végig,
egyfajta kudarc sorozatot láthatunk a céljai elérésében. Isztambul nem tudja aztán megközelíteni, Isztambulba nem jut be, mert hogy járvány van. Ez a járvány aztán később elkíséri Alexandriába is, ami az ő másik fontos célja lett volna. Itt akar arab forrásokat kutatni a magyar őstörténetre vonatkozóan. Ez tényleg egy nagyon jó ötlet volt, mert most már tudjuk, hogy vannak az arab történeti hagyományban a magyarokra vonatkozó dokumentumok, a magyarokra vonatkozó források. A következő célja a magyarság rokon népjeinek felkutatása, az ujgurok felkeresése is meghiúsult. Így átmenetileg fogott más feladatba. Tibetbe ment, az angol-tibeti szótár és nyelvtan összeállítása után pedig Kalkuttában vállalt állást. Utolsó útján, amely újra eredeti célján szolgálta volna, megbetegedett és meghalt. Így lett végső nyughelye Darjeeling. Ez egy kudarc sorozatnak is felfogható, ugyanakkor viszont egy nagy siker is, ami a tibetológiának, illetve a buddhizmus nyugati kutatásának a megalapozását jelenti. Kőrösi Csoma Sándor hagyatékának egy részét Budapesten őrzik. Tibeti könyveket, illetve olyan anyagokat, amelyeket kérésre állítottak össze. A tudományos világ ezeket alig-alig kutatta, alig van fordításuk. Négy ilyen Alexander könyv van, ezeket Csoma számára állították össze tibeti szerzők. Az egyik a tibeti és indiai buddhizmus történetével foglalkozik, különböző kérdésekre bontva. A másik egyes világi tudományok, elsősorban logikával, és van a gyógyászatot összegző könyv, ugyanennek egy másik része az a tibeti asztronómiát, csillagászatot és időszámítást summázza. Még a tibeti költészetet is összegzik a művek pontos forrás megjelöléssel. Az idézett könyveket is beszerezte Csoma. Ezeket ma mind Magyarországon őrzik, dolgozataival és sok levelével együtt. Csak néhány évvel ezelőtt derült ki, hogy Csoma több tibeti kézirata Oxfordban található meg. Ami Kőrösi Csoma Sándornak nem sikerült, az Vámbéri Árminnak igen, eljutott Isztambulba és négy évig tartózkodott ott, hogy megtanuljon törökül. Róla, a Vámbéri Árminről beszélgetünk most Dobrovics Mihállyal, a Vámbéri Tudományos Kollégium elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát mit reméltettől az úttól, Vámbéri Ármin? Vámbéri ettől az úttól nyilvánvalóan olyan ismereteket remélt, amelyek ugye a korszak egyik legfontosabb magyar tudományos kérdését, a magyar nyelv és a magyar nép eredetét voltak hivatottak tisztázni. Így került ki Isztambulba a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával. Ugye Vámbérinek köszönhetjük alapvetően a Közép-Ázsia etnikai viszonyainak az első komoly feltérképezését. Az első és legfontosabb kalandja az, hogy ezt az egészet végig tudta csinálni, ez ugyanis nagyon erős kitartás kellett. Nem ő volt az első, aki egyébként dervisként utazott. Tehát voltak már brit, illetve orosz szolgálatban álló dervisek, részben muzulmánok, részben pedig európai származásúak, de akkor is maga az utazás fizikailag már egy kaland volt. Ugyanakkor neki folyamatosan el kellett hitetnie, hogy ő mögötte valóban ott áll egy szultáni védlevél. Tehát ez volt a nagyon fontos kérdés. Egyébként azt többen sejtették, különösen a hívai és sőt a buharai elitben, hogy ez az ember nem egy egyszerű dervis, hanem mögött azért egy komoly politikai ambíció és meghúzódik. Ezt Rahim Bi, a buharai kusbegi főmadarász, ez a nagyvezérnek megfelelő cím volt, pontosan érzékeltette is vele, hogy átlát rajta. De ez fontos volt, ugye, hogy ezt érzékeltesse, mert azért ezen a vidéken akkor még mondjuk divat a rabszolgaság is, tehát azt sem lehetett éppen kizárni, hogy nem csak a rabszolgaság, hanem a hivatlan idegenek kivégzése is divat. Azáltal, hogy Vámbéri oszmán ügynök volt, mert azt tudjuk, hogy az volt, egyúttal a briteknek is dolgozott. És hát épp ezért vezetett az útja, aztán egy budapesti kitérő után, és egy rövid párizsi látogatás után Londonba. Tehát és onnantól kezdve ő folyamatosan egyfajta közvetítő szerepet játszott
Konstantinápoly és London között. De most megnyílt az oszmán birodalmi levéltárból Abdülhamid személyes, tehát utolsó jelentős szultán, után az még ketten uralkodnak, személyes levéltára, Yıldız Archivum, és ott pontosan lehet látni, hogy az ottani tartózkodásait a szultáni magánkincstárból fizették, az oszmán külügyminisztérium, illetve annak a hivatalos fordítóirodája folyamatosan szemlézte Vámbéry sajtó megjelenéseit, illetve Vámbéry, amennyiben valami komolyabb lépést szeretett volna tenni, vagy akár csak egy komolyabb cikket szeretett volna elhelyezni német vagy angol sajtóban, akkor azt előtte egyeztette Konstantinápollyal. Tehát ez egy nagyon érdekes. Igen, de sok mindent beszéltünk most a külföldi kapcsolatairól, de azért miközben ez így van, és ha jól tudom, a britektől is kapott életjáradékot, vagy valamilyen jövedelmet. De azért a végén mégiscsak Budapesten alapítja meg a turkológiai tanszéket, és itt is van eltemetve, ugye a Kerepesi temetőben. Hát ez magától éltetődik, hiszen Vámbéry önmagában magyar akart lenni, tehát sosem tagadta meg azt, hogy ő magyar. De az, hogy ilyen formában, hogy komplexen oszmán történelem, mellette némi perzsa és arab oktatás, közép-ázsiai nyelvismeret, ilyen formában először Budapesten alakult meg tanszék. Egyébként szeretném hozzátenni, hogy maga Vámbéry nem volt egy különösebben szolgas tanár, tehát sokkal többet írt és utazott. Na akkor nézzük meg egy másik nagy utazót. A földközi tenger térsége és a keleti világ közötti évezredes kölcsönhatásokra derített fényt Stein Aurel. A magyar származású, de brit alattvalóként világhírűvé vált kutató régészeti leletek sorával támasztotta alá, hogy az Európát Kínával az ókortól összekötő szárazföldi kereskedelmi útvonalon, a Selyem úton nem csak áruk, de tudás, eszmék és vallások is áramlottak és hatottak egymásra. Stein Aurel 160 esztendővel ezelőtt született. Kasmíri kedves alpesi tanyámról letekintve, a másfél ezer méterre lejjebb kanyargó szintfolyó zöldelő völgyére még gyakran ráterelődtek gondolataim a szegény magyar vándorra. Stein Aurel a hangját megörökítő egyetlen felvételen nem más, mint Kőrösi Csoma Sándor előtt tisztelgett. A nagy elődök, jelentős keletkutatók meghatározták Stein pályáját. Kolciher Ignác, az európai iszlám tudományok megteremtője, gyerekkorától figyelemmel kísérte az ő szakmai fejlődését, és atyai szeretete végig kísérte, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy olyan élményben lehetett része, hogy Vámbéry Ármintól, az ő közép-ázsiai útjáról tőle magától hallhatott. Stein Aurel bár Budapesten szeretett volna elhelyezkedni, végül Indiában vállalt állást és kutatásait is a brit támogatást tette lehetővé. A régészethez az ismeretlen eredetű kéziratok, nyomtatványok rejtélye vezette. Meg akarta találni ezek forrását, származási helyét. Egy korábbi ugyancsak magyar expedíció nyomán kereste fel a Tunhuangi Ezer Buddha barlangot, ahol több tízezer ősrégi iratra talált. 402-ből származik az első kézirat, a datált kéziratok közül, és 1006 az utolsó. Tehát gondoljunk csak el, hogy egy területnek a Selyem út mentén használt összes nyelven és összes írással megőrződik egy archívuma. Az írások, amelyek között még keresztény témájúak is voltak, elárulták. Az ősi világnak ezen a kereskedelmi ütőerén nem csak anyagi, hanem szellemi áramlás is zajlott Kínától egészen a mediterrán térségig. A könyvek között talált rá a legrégebbi, pontos dátummal ellátott nyomtatott könyvre is, amely 600 évvel volt idősebb az első európai nyomtatványnál. Közép-Ázsiában a Selyem út egykori vonalán, a Taklamakán sivatag elhagyott városaiban a hellén kultúra nyomait azonosította. A Nagy Sándor által meghódított területeken gyerekkori vágya volt kutatni, ám a körülmények sokáig megakadályozták ebben.
Egész életében szeretett volna eljutni Afganisztánba. Már majdnem 81 éves volt, amikor útnak indult, és a Helmand völgyében szeretett volna kutatásokat folytatni. Azonban néhány nappal a megérkezése után egy héten belül meg is halt. A hazájától távolra került Stein Aurél mindvégig szoros kapcsolatot ápolt a magyar tudományos élettel. A Magyar Tudományos Akadémiát rendszeresen felkereste, ott előadásokat tartott, minden nyomtatásban megjelent könyvét megküldte dedikálva. Az asztalon láthatók Stein Aurél munkái. Az életműben, csak hogy érzékeltessem azt, hogy mekkora szellemi teljesítmény, mekkora írásos dokumentációja volt egy-egy ilyen expedíciónak. Ez az öt kötet, amit itt látunk, ez mind a második expedíciónak a leírás. Ennek elkészítette a népszerű leírását a nagy közönség számára. Ezer küzdelem és nélkülözés között. A hangfelvétel készítésének idején 1937-ben már világhírt névnek örvendő 75 éves keletkutató ekkor járt utoljára Magyarországon. Hatalmas könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Több mint 20 ezer fénykép felvételt hagyott maga után. Nagy-Britannia művészeti gyűjteményei a mai napig féltett kincsként őrzik három nagy expedíciójának anyagát. A fiataloknak pedig még ma is élményt jelent kézbe venni legnépszerűbb könyvét, a homokba temetett városokat. Tényleg lenyűgöző teljesítmény, és ugye itt a 19. század végéről, illetve a 20. század elejéről beszélünk. Ebben az időben indultak el ezek az expedíciók. Minek köszönhető az, hogy ilyen pezsgés volt, ilyen érdeklődés a kelet iránt? A saját nemzeti ébredésünknek? Is. Ez egy olyan korszak, amikor egész Európát áthatja ugye a kelet iránti érdeklődés, a kelet megismerésének a vágya. A kelet megismerésének a vágya az egyben egy hatalmi cél is volt? Részben a birodalmi gondolkodással, részben pedig ugye magával azzal, hogy ismerjük meg, menjünk oda. Ez az a korszak, amikor már lehet utazni a keletre. És akinek van pénze és ereje, az megteheti, ha kell, mint ahogy azt látjuk majd Hopp Ferenc esetén, akár hobbiból is. Na igen, éppen ez az, hogy Ausztria-Magyarország, ugye hát gyarmatosítani valószínűleg nem akartunk annyira, mint mondjuk a britek és a franciák. Nekünk volt-e valamilyen érdeklődésünk, valamilyen igazi érdekünk abban, hogy a keletet megismerjük? Tehát ugye ebben a korszakban létezik, ez egy angol kifejezés, egy kötelezettség, to show the flag, megmutatni a zászlót. Tehát azért is küldtek expedíciókat a keletre, vagy éppen Afrikába. Hát tudjuk, hogy miért a fiatal Horthy Miklós is így jár a keleten össze. Hogy megmutassák annak a hatalomnak a zászlaját. Mellékesen pedig, hogy a nagyhatalmi pozícióhoz ez hozzájárul, a monarchia nem azért nem akar gyarmatosítani, mert lusta, hanem úgy döntött, hogy számára az igazi terjeszkedési terep az majd a Balkán lesz. Na de a Balkán ismeretéhez például az iszlám ismeretére is alapvető szükség volt. A tudományos eredményeket hogy tudjuk összefoglalni? Rendkívül nagyok. Olyan utakat, földrajzi tájakat térképeznek fel, gondoljunk itt a Himalájára, hát, hogy a Lóczi Lajos nevét majd napig egy csúcs, a Lhotse, őrzi a Himalájában. Vagy éppen ugye Teleki Sámuel, Teleki Vulkán, Rudolftól, tehát olyan, hogy ezek bizony nagyon komolyak, és akkor még nem beszéltünk Golzi Ignácról, az európai iszlámkutatás megalapítójáról. Na igen, most ma ezeknek az országoknak a közvéleménye, a tudományos közvéleménye, de akár a politika is, mennyire tartja számon ezeket a tudósokat? Ez nagyon érdekes, mert nagyon változik. Tehát országonként változó. Vámbirit például Közép-Ázsiában, Üzbegisztánban szent hősként tartják számon, és Üzbegisztánnak van egy kis autonóm területe, köztársasága, ez a Kalkalpakstán, ahol
jelképesen a köztársaság 001-es személyi igazolványa, az Vámbéri nevére van kiállítva, és egy hatalmas Vámbéri szobor áll Nöközben, vagy óvatosan Nukuszban. Tehát ott nagyon megbecsülik Tadzsikisztánban, nagyon megbecsülik az emlékét, bármilyen furcsa, még Oroszországban is megbecsülik őt, mint kutatót, és épp ezért kicsit kínos, hogy Magyarországon meg nem, tehát Budapest az egyetlen olyan város, ahol például nincs Vámbéri utca. Londonban van Vámbéri Road, tehát Vámbéri út. Dunaszerdahelyen, amit ő a szülővárosának tart, mert tudjuk, hogy nem azt született, ő is tudta, hogy nem azt született, csak azt mondta, hogy Pozsony-Szentgyörgyre abszolút nem emlékszik, tehát az neki semmilyen kutatása nincsen. Ott szobor, tér, mellszobor, iskola, gimnázium, kávéház, minden van. Köszönöm a beszélgetést. Egy világkerülő üzletember és két Afrika kutató, az egyikőjük repülővel, a másikuk puskával járta a fekete kontinenst. Nézzük, kikről lesz még szó a mai adásban. Főként hajóval és vonaton utazott a föld körül, de ha kellett, kilométereken át gyalogolt vagy hegyet mászott időskorában is Hopp Ferenc. Zöldellő táj, tavak a mai sivatagok helyén. Az erről árulkodó ősi barlangrajzok voltak Almási László legnagyobb afrikai felfedezései. Növények és vulkán őrzi a nevét. Ő maga a trónörökös barátjáról tavat nevezett el. Teleki Sámuel, a rettenthetetlen vadász és Afrika kutató. Egy ember, akit az egész világ érdekelt. Ő Hopp Ferenc, aki valamennyi kontinenst bejárta, mégis leginkább Japánt és Kínát zárta a szívébe. Kovácsolt vasrácsok, faragott kődíszítések, a sűrű lombok között megbújó villa, míves részletei is valaha volt gazdagságról, jómódról árulkodnak. Az Andrássy út 103 szám alatti épület igazi látnivalóit azonban csak a kapuján belépve lehetett megcsodálni. A ház ugyanis a legkülönlegesebb kincseket, távoli országok díszes tárgyait rejtette, amelyek ellepték a falakat és padlókat. Tárolókban, vitrinekben sorakoztak. Öt földkörüli utazás emlékeit, a világ kulturális sokszínűségét pazarul szemléltető anyagot hordott össze hangyaszorgalommal egy jómódú üzletember, Hopp Ferenc. A legeslegelső leltározó gyűjteményi darab az egy strutz tojás az Ádáni bazárból. Tehát hogy ez annak a példája, hogy ő minden iránt érdeklődött, bármit szívesen megvásárolt, ami különlegesség volt. A korban nagyon népszerű tárgyakat, laktárgyakat, különböző apró divatkiegészítő tárgyakat, később már azért specifikusabban igyekezett a minőségre is figyelmet fordítani, meg ő is egyre inkább tájékozott volt. Azonnal élt a lehetőséggel, ha egy távoli ország megnyílt a nyugatiak előtt. És tudatosan használta a világot egyre jobban behálózó tengeri és vasúti hálózatot is. Átadták a kongói vasútvonalat. Az elsők között váltott rá jegyet. Már akkor is voltak utazási irodák, ami újabb útvonalak nyíltak, akár vasútvonalak, akár ugye a gőzhajójáratok, azoknak ő mind a tudatában volt valahol, információt szerzett valahonnan, napra kész volt, és akkor ezeket ki is használta, és szerint előre megtervezte, hogy melyik hajójárattal, mikor, hova érkezik. Ha más mód nem volt, akkor gyalogolt. Az Andok-hegység 5000 méteres csúcsát is megmászta. Hopp Ferenc 1882 és 1914 között összesen 5-ször kerülte meg a földet. Legutolsó alkalommal már a 80. életévét is betöltötte. A kínai nagyfalból elhozott tégla is az egyik különleges útjának emléke. Ez volt a legészaki pontja Kínának, ameddig ő eljutott. Se vasút, semmilyen kényelmes közlekedési eszköz oda nem mit, hogy egy szamárháton, meg palankinban, ebben a kis hordszékben tette meg az utat. Jó nagy kísérettel. A költséges utak kiadásait jól menő budapesti üzlete biztosította. Hopp Ferenc optikusnak tanult. 1864-ben lett a Calderoni cég tulajdonosa, amely oktatási szemléltető eszközöket forgalmazott. Köztük fotográfiai felszereléseket.
ő maga is előszeretettel próbálta ki ezeket a új fényképezőgépeket, és vitte magával az utazásaira. Úgyhogy vannak olyan fotók, amiket ő készített utazásai közben, vagy itt a kertben akár. Ezen a fényképen például az azóta már elenyészett bambusz pavilonjában látható vendégei körében. Japán kertekben igazából ezek ilyen pihenő pavilonok, ahol az ember megnyugszik, picit leül, a megtett út, a táj az hogy néz ki, és ezt építette, alakította ki itt Hopp Ferenc a kertje végébe. Japán különlegesen kedves volt a világjáró üzletember szívének, de egész Kelet-Ázsiáért rajongott. Portám körül vígság viruljon mindörökké. Ez a felirat áll kínai betűkkel a holdkapun. A villa kertjének legimpozánsabb elemét kínai kerámia díszek és cserepek ékesítik. A mennyei birodalomba háromszor jutott el. A kereknyílása miatt ez egy nagyon vendégszerető vagy vendégmarasztaló kapu. Kertbe a belépésre invitálja az ide látogatót. A sánkhályi osztrák konzult is mozgósította Hopp Ferenc annak érdekében, hogy a kapu minden egyes eleme autentikus formában megérkezzen. Hopp Ferenc 1919-ben múzeumot alapított a gyűjteményéből, amelyet az épülettel együtt a magyar államra hagyott. Bagi Judit sinológussal folytatjuk. Jó estét kívánok önnek. Hogy a kort megidézzük, azt tudjuk, hogy 80 nap alatt is meg lehet kerülni a Földet, ugye Verne regényéből tudjuk ezt. Hopp Ferencnek mennyi idő alatt sikerült így repülő nélkül? Hopp Ferenc 1882 és 1914 között 5-ször indult világköröli útjára. Ahogy ő fogalmazott a fennmaradt úti leveleiből idézve, összesen 25.755 kilométert tett meg tengeren, 60.000 kilométert szárazföldön, 10-szer keresztezte az egyenlítőt útjai során, 7-szer Afrikát, 6-szor Amerikát és 2-szer teljesen átutazott Ázsia különböző szegmensein. A legrövidebb útja a harmadik út volt 1903-ban, és ez közelíti meg a 80 napot. A többi útjai 10-12 hónapos hosszú utazások voltak. Tehát ennyi ideig távol volt akkor az otthonától. Igen. Hogy tudta hazahozni ezt a rengeteg tárgyat? Széles kapcsolatrendszerén keresztül hajón és vonattal szállítatta haza. Minden egyes kontinens térségében lévő ismeretségei által tudta végigkövetni, hogy éppen hol van az az áru, és mindig beszámolókat kellett itthonról küldeni számára az utazásának soron következő állomásaire, hogy ő maga is tudja, hogy minden rendben van-e a szállítatással. Na, ugye 1919-ben hal meg Hopp Ferenc. Így van. És azt mondja, hogy akkor már múzeumot alapítanak, azért ez nehéz idő, 19-20, hát örüljük, hogy mondjuk nem került mondjuk a román hadsereg kezére a teljes gyűjtemény. Pontosan. Ahogy a másik jubileumi albumon, az 1895-ös jubileumi albumon is az, amit előttünk található, látható, hogy már ő maga is, ha nem is tudatosan, de belülről érezte, hogy mindenképp meg akarja osztani azt a szerencsét, amiben ő részesült utazásai során, közelre akarta hozni, amit látott, azokat a tárgyakat, vagy azokat a kultúrákat, szellemi örökségeket, és maguk a munkatársai is, amikor elkészítették számára ezt a jubileumi albumot, úgy fogalmaztak, hogy már egy múzeumként is működött az a nyári nyaralónak definiált épület, amely más gazdagabb utazóktól eltérően a földszintjén a lakótere volt, és az emelete már olyan termeke volt berendezve, ahol a vendégeit körbevezethette, és megmutathatta számukra a hozott, gyűjtött tárgyakat. 1919-ben szerencsére már nagyon jó barátságot ápolt Felvinczy Takács Zoltánnal, a Hopp Múzeum első igazgatójával, aki nagyban segítette a gyűjteményének szakszerű alakítása során, illetve ő tanácsolta számára, hogy az egyébként is az állam számára felajánlott gyűjteményt múzeumi keretek között hagyja a nemzetre. Hopp Ferenc ennek nagy szívvel helytált és teljesítette ezen kívánságot.
Úgyhogy 1919-ben, pont áprilisban, életében egyébként nagyon sok pillanat áprilisban történt, Steina Aurél is akkor 1891-ben köszönte meg azt a fényképezőgépet, amelyet az ő optikai és tanszerüzletében vásárolt, hogy nagyon jól helytár az expedíciója során, vagy éppen a bevezető filmünkben látott, és a jelen kiállításunkban, a Jurták és Kolostorok című mongol kiállításban is látható kínai nagyfal darabját is, egy tégláját is, ugye ezen útja során hozta haza Hopp Ferenc. És itt fontos kiemelni, hogy ez a sok és világban szertágazó utazásai során nem csak hobbiként vagy saját szenvedélyének, földrajz és földtani ismeretek mélyítésének céljából indult útjára, hanem azért, hogy mindenki számára elérhetővé váljon. Ahogy Steina Aurellal levelezésben, hát Vámbéri Árminnal is, éppen Vámbéri segítette ki egyik ausztráliai útján, hogy eljusson azokhoz a körökhöz, amelyek hozzásegíthették a műgyűjtéshez. A Földrajzi Társaságnak is egy nagyon fontos tagja volt. A Földrajzi Társaságon belül a hozzá hasonló kultúra teremtő üzletemberek egy külön társaságot hoztak létre, a Fesztelenek Társaságának nevezték magukat, és ő maguk is nagyon sokszor egy-egy útjának egy részére elkísérték, illetve támogatták abban, hogy a gyűjtései szerencsésen hazaérkezzenek, és megnyíljanak Ázsia kapui a magyar közönség számára is. Milyen szépen összekapcsolódnak ezek a tudósorsok, köszönöm a beszélgetést. Az egyik legnagyobb hollywoodi sztár volt a főszereplője, és igazi világsiker lett az Angol beteg című film, amely a magyar Afrika kutató Almási László történetét dolgozta fel. Az ő élete már a világháborúk árnyékában telt. Miközben dúl a világháború, egy magányos férfi sivatagokat szel át repülőjén, hogy térképen rögzítse az ismeretlen tájakat. Ez a motívum is megjelenik az Angol beteg, a 9 Oscar-díjat elnyert filmben, amelyet a magyar Afrika kutató Almási László élete ihletett. Úristen! Ezek úsznak. Noha a mozi számos fikciós elemet tartalmaz, vezérfonala almási szaharai felfedezései nagyon is hitelesek. A korszak felfedezőit megelőzve térképezett fel ismeretlen tájakat a Szaharában, melyel kivívta a tudományos világ elismerését. Felfedezte Wadi Sura a hatalmas homokkőfennsík, a Gilfkebir rejtelmes völgyének a szikafestményeit, és ő volt az, aki megpillantotta a levegőből a régóta keresett oázist, Zabzurát. A barlangrajzok, szikafestmények felfedezése bizonyságot adott arra, hogy 4-5 ezer évvel ezelőtt egészen más élet volt a sivatag ezen tájaim, sokkal csapadékosabb volt a klíma, volt vegetáció, ahol ma teljesen kopár kő és szikla világ van. Felfedezése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy évezredekkel korábban a Nílustól 500 kilométerre tavak és folyók terültek el a mai sivatag helyén. De egy különös, magyar vonatkozású felfedezést is tett Afrikában. Almási találkozott először a Nílus egyik szigetén, Wadi Halfa közelében a magyar ábokkal, akiknek az őseit a 16. században a törökök hurcolták el Magyarországon. Almási László, ahogy a filmben ábrázolják, a valóságban is pilóta volt, képzett repülős. Bár több balesete is volt, ő nem égett össze. A súlyosan sérült angol pilóta esetéről ő maga írt Rommel seregénél Líbiában című könyvében. Az első világháborúban katonatiszként, légi megfigyelőként az olasz fronton tevékenykedett, később pedig hosszú időn keresztül, mint műrepülő és mint repülő oktató is nagy elismertségbe tette. Egyiptomban Faruk király családjának több tagját is ő tanította repülni. A II. Világháború idején a német hadseregben felderítő tisztként teljesített szolgálatot. Egyik leghíresebb akciója a szállam művelet volt, melynek során két német hívszerzőt jutatott el az angolok vonalai mögé. A német seregben való szerepvállalásáért hazájában meghurcolták.
Magyarországot el is kényszerült hagyni. 1945-ben letartóztatták, hazájában népbíróság elé állították, a hazug vádak alól felmentették, de az életét megtörték. Csak halálos ágyán értesült arról, hogy kinevezték az egyiptomi Sivatag Kutatóintézet igazgatójává. Kalandos élete 1951. március 22-én ért véget. A halál Salzburgban érte. Most visszaugrunk egy kicsit az időben, mert hogy Almási László előtt más magyarok is jártak már a fekete kontinensen, felfedezőként, Teleki Sámuel például, róla beszélgetünk most Juhász Árpád geológussal. Jó estét kívánok! Szép estét! Most ugye eltüntetett fehér foltokat Afrika térképéről. Hogy ekkor még voltak egyáltalán fehér foltok? Ugye hát általában a kontinensek peremét járták be, és hódították meg először az európaiak. És Kelet-Afrikának ezt a vidékét, amelyik a mai Kenyának a birtoka, azt gyakorlatilag csak az elefántcsont kereskedők keresték fel akkoriban. Úgyhogy Teleki azt a célt tűzte ki, hogy a Baringó-tónál, amelyik egy nagy termetes tó Kenyában, hogy attól északra az addig soha föl nem tárt és senki által nem publikált területről hozzon ismereteket. Hát ugye az anyagi fedezetet azt gyakorlatilag a saját birtokának a jövedelméből teremtette meg. Ez is elég szép, tegyük hozzá. Egy vagyomba került. És 86-tól 88-ig, tehát gyakorlatilag két éven keresztül hihetetlen erőfeszítések árán jutott el a mai etióp határig. Útközben ugye két nagy tavat fedezett föl. Az egyiket Rudolf trónörökösről nevezte el, aki támogatója volt és barátja. A másikat pedig Stefániáról. Sajnos mind a két név azóta eltűnt Afrika térképéről. De van Teleki vulkánunk viszont, ugye, és az továbbra is ilyen néven van, nem? Így, hála Istennek, ez még megmaradt a térképen. Ugye ők visszafele térőben 1888 márciusában pillantották meg működés közben ezt a vulkánt, amit Hönel, Ludwig von Hönel nevezett el Telekiről. Itt ugye meg kell említeni, hogy Teleki Sámuel maga is vezetett naplót. Mi ezt, amikor 100 évvel később végig akartuk követni azt az utat, amit valamikor végigjárt Teleki Sámuel, akkor Teleki Páltól, aki az Amerikai Geológiai Szolgálatnak a nemzetközi igazgatója volt akkoriban, megkaptuk másolatban a washingtoni könyvtárból az eredeti naplót. Ugye 1987-ben önök is megtapasztalták, hogy milyen ez a terep. Ugye mondjuk nem nehezítve a 100 évvel azelőtti utazási körülményekkel. Teleki valamikor 6000 kilométer gyalogolt, 200 fős karavánnal, óriási logisztika kellett ehhez akkoriban. Mi 87-88-ban egy fél év alatt kellett, hogy ugyanezt az útvonalat végigjárjuk, kicsit meg is toldjuk, de természetesen ennek a javarészét terepjárókkal. De ez nem azt jelenti, hogy az adott objektumokhoz nem másztunk föl, tehát nem mentünk föl a Kilimandzsáróra, ahova Teleki ugyan a csúcsra nem jutott, de kb. 5000 méter magasságig maga is föl tudott valamikor kapaszkodni. Természetesen végig jártuk a kelet-afrikai hasadékvölgynek a nagy geológiai szenzációit, és tulajdonképpen azért mi is lefogytunk, én is valami 8 kilót ledobtam ez alatt, ezért néhány hónap alatt. Mert nem vadásztak, Telekiek vadásztak, ugye így látták el magukat. Hát hogy, hát ugye elsősorban maga Teleki, aki kiváló vadász volt, és akinek 200 embert kellett ellátni mindig friss hússal. Ugye ott növényi termékek szinte nem voltak, tehát azt csak húst tettek. A legnagyobb gond egyébként a vízellátás volt. Voltak olyan szakaszok, ahol az expedíciónak a hordárjai közül többen egyszerűen szomjan haltak. Hiába fúrtak le az én kiszáradt patakoknak a medrébe, legfeljebb egy-két csészényi vizet tudtak onnan nyerni. Úgyis hívták ezeket, hogy éneklő kutak. Itt beszéltünk már a térképészeti dolgokról, ugye Rudolftól, Stefániatóról. Ezen túl milyen geológiai, vagy milyen a tudományos hosszú távon megmaradó értéke volt ennek az expedíciónak? Hát rögtön maga a Teleki vulkán ugye óriási vitákat váltott ki szakmai körökben. Tudnék, addig úgy gondolták, hogy vulkánok csak a kontinensek peremén működnek, és mindenki megkérdőjelezte, hogy valóban működött ez a vulkán, de később azután több angol geológus felkereste a vidéket, leírták azokat a kőzeteket, amelyeket ugye Teleki valamikor taposott. Egyébként ez egy kietlen, rettetes vidék. Éjszaka másztunk fel a Teleki vulkánra,
kifeszítettük másnap hajnalban a magyar zászlót rajta, és ott a kő hőmérséklete a napsütés hatására 70-80 Celsius fok volt, úgyhogy az embernek a gumitalpú cipője füstölögni kezdett, tehát kegyetlen körülmények között. A másik szakmai dolog, amit embrionális állapotban tulajdonképpen ő meglátott, de később aztán egy svájci tudós fejtette ki az egész teóriát, hogy itt van egy hatalmas nagy árokrendszer Kelet-Afrikában, annak a mélyén ülnek a tavak, annak az oldalában vagy a medencében emelkednek ki a vulkánok, tehát tulajdonképpen egy óriási rendszer, egy geológiai rendszernek a körvonalai bontakoztak ki Telekinek az útja során. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, az M5 História a jövő heti adásában Mátyás király legendás hadvezéréről, Kinizsi Párról és a hozzá köthető ásatások eredményeiről lesz szó. Kinizsi Pál 1494. novemberében halt meg a szerbiai fronton, és onnan a holttestét hazahozták Nagyvázsonyba, és vélkarata szerint itt ezen a szent helyen, a nagyvázsonyi Szent Mihály kolostorban temették el. Kincskeresők dúlták fel a sírját, majd a Szent István templom temetőjében jeltelen sírban temették újra. Ez a templom, ami itt áll Nagyvázsony szélén, ez valójában Kinizsi Pál átépítése nyomán épült fel, teljes épségében valójában 15. század végéről származik. Kedves nézőink, Önök az M5 Históriát látták, egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Kövessenek minket a közösségi médiában is. Műsorunkat megnézhetik a mediaclick.hu weboldalon és a YouTube-on is természetesen. Viszontlátásra!